Sziasztok, Tóth van vagyok, kettő nagyon jó hírem van. Az első nagyon jó hír az, hogy hamarosan meg fogja kapni Gorjev és Misin készüléke is az orvostechnikai segédeszköz minősítést itt Európába, illetve a villanófényes terápiás eszköz is, amit itt lent a webshopban meg tudtok vásárolni. Ezt mindig elmondom, csak azért, mert tényleg itt van ez a covidos, taknyos, nem tudom milyen időszak, Fontos lenne használni például a villanófényes terápiás eszközt, mert a D-vitamint létre tudja hozni. Tehát nem tudtak kimenni, nem tudtak elég napozni, nem kap elég napfényt a szervezetetek, és ilyenkor hát vagy anyaki vénára helyezve a villanomfényes fejet, lokálisan létrejön a D-vitamin, a UV fény hatására, mert hogy Egyszerűen az a helyzet, hogy drága, tehát emész a gyógyszertárba, Hogyha most d vitamin szeretnél vásárolni konkrétan K2-vel, akkor olyan szerintem 15 ezer ott hagysz. Biztos, biztos vagyok benne, amit egy hónapig tudsz szedni. Ezek a készülékek meg azért jók, mert megvásárolod, kettő év garancia vonatkozik rá, és utána folyamatosan tudod használni. Tehát amikor úgy érzed, hogy problémák vannak, kapalató, mondjuk náthás vagy allergiás tünetekre is használható, akkor ezek ez egy rendkívül hatékony eszköz. Azon kívül a második jó hír. Tehát ez volt az első, hogy... Meg fogják kapni az orvos technikai segédeszköz minősítést, ami egész Európára érvényes lesz, szerintem ez egy hatalmas nagy dolog. Meg nem olcsó, egyébként nem mondom mennyi az ára, de több millió forint, csak a tanúsítvány. A másik jó hír pedig az, hogy a a hullámgenetikai mátrixok azok akciósak. Ami azt jelenti, hogy minél több mátrixot vásárolsz, annál olcsóbban meg tudod vásárolni. Tehát, hogyha megvásárolod az összeset, az 15 darab, 50%-os kedvezménye meg tudod vásárolni. Tehát ennél jobb akció szerintem nem nagyon képzelhető el, illetve levittem nagyon az árát a, COVID vírusrelenni vírusrelenni itt a Covid-os vírus Matrixnak. A vírus itt nem, bocs, itt a meg tudod találni. Ott van a a mátrixok között kiválasztod a vírusrejelni mátrixot, ezt önmagában meghallgatva is lehet használni. Persze, garjev készülékével háromszor hatékonyabb. Mennyire levittem le az árát? Nézzétek, 500 euró ötleti az ára. Azt mondtam, hogy hát a magyar emberek számára a szükség van egy kis akciónak, vagy akcióra, naknek. 360 euróra levittem még akkoriba, most pedig levittem 100 euróra plusz áfa. Attól függ, melyik országba vásárolod meg, akkor annyi tartalommal még megnövekedik sajnos az ára, ez van. Magyarországon 27%, köszönjük szépen. De nézzétek, azt szeretném, hogy akinek erre szüksége van, meg tudja vásárolni, és eljusson hozzá. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne szerintem. Nem tudom, hogy minek köszönhető az, hogy mi még nem kaptuk el a COVID-ot, mert még nem kaptuk el, de. Az tény, hogy mi is hallgattuk ezt a Mátrixot, csak hallgattuk, tehát én nem kezeltem magamat a készülékkel, és köszönjük szépen, hogy jó vagyunk egyelőre. Tehát ez, ez nem reprezentatív felmérés, én tudom, de <hums> szerintem valamilyen szinten bizonyíthatja a hatékonyságát. Kérlek titeket, hogyha vásároltatok tőlem készüléket, Mátrixot, bármilyesmit, itt a videó alatt nyugodtan írjátok le, milyen tapasztalataitok vannak csak azért, hogy a többiek is lássák, hogy ezek, ezek azért nagyon-nagyon nem egyszerű készülékek. Tehát, a, a rokonok között is kiosztogattam egy-két darabot, mondjuk csak Mishin alap mert azért nekem sincs ingyen, mondjuk úgy. és, és tudjátok, a rokonaim egyrészt egy szkeptikus, nem kicsit, nagyon. De, de amikor mondjuk esetleg nem tud reggel felkelni, oda rakja a készüléket, bekapcsolja, és azt mondja, hogy jé, fel tudok kelni, meg tudok mozdulni. Azt szerintem nagyon nagy dolog. Illetve még egy érdekesség, hogy nem csak pár tudok hivatkozni, hogy nagyon nem, nem, nem hallgatszik, hogy, nem hogy ezt elmondom, de elfeküdte a nyakát nagyon, nagyon-nagyon. És mi uh, Misi-nek a készülékét használtuk, a, a narancsárga tekercse, ami csak uh, egy elektrostatikus mezőt hoz létre, és 30 perc alatt uh, meg tudta mozdítani. hogy instant módon azonnal hat. Ennek a készüléknek, machine készülékének és a villófényes terápiás eszköznek ez a lényege, hogy instant módon azonnal hat. Ezt most kérdeztétek egyébként e-mailben is. Míg, míg GALF készüléke, az a DNS-t és a kromoszómákat módosítja. Most tudom, ez nagyon hihetetlen és fantasztikusan hangzik, de így működik, ettől hullám genetika a neve. A wavegenetics.org web nektek ajánlani áttekintése. Itt találjátok meg. A Galev készüléke a hullámgenetikával úgy működik, hogy a dns a genomjaidat próbálja meg módosítani akusztikai hullámokkal és elektromágneses hullámmal. Igen, azzal. De ez egy olyan módszer, ami nem fáj. Tehát ez egy non-invazív, nem invazív módszer, nem kerül semmi se beléd, nem kell semmi se belé nem kell téged felvagdosni, és akkor is megváltozhat a génállományod egy része. Ami... Tudományosan fantasztikusnak tűnik, de igaz. És a mögöttes elmélet, ha kíváncsiak vagytok, akkor mondom a wavegenetics.org weboldalt nézzétek meg. A egy kis hiányosság a magyar nyelven nem elérhető. Angol nyelven, törökül, franciául, németül, oroszul, kínaiul. Igen, tehát uh, rengeteg sok nyelvre lefordították. Ott van mögötte a teljes elméleti anyag, hogy hogyan működik, és hogyha orvosok nézik a videókat, már pedig Toma nézik, uh, el tudják olvasni, meg tudják érteni, hogy a technológia mögötte hogyan működik, mert a részükre is van egy, egy szekció, ahol nagyon tudományosan el van magyarázva az, hogy pontosan a technológia miért és hogyan működik. Tehát a hatásmechanizmus konkrétan az ott van, megtekinthető. Az elmúlt időszakban nagyon sok nyelvre lefordították és lektorálták, tehát hogy korrekt, korrektek az információk, amik a, amelyek a weboldalon vannak. A saját weboldalon is némi fejlesztésre szorul, tudom, mert rengeteg sok készülék leírás például nem annyira megfelelő. Nézzétek, -e, sok idő. <laughs> Tehát, hogy egyelőre én csinálok mindent a cégnél, nincsenek alkalmazottaim. Oké, okay, persze. Tehát, hogy ha van könyvelő, meg van, van designer, meg mit tudom én, de, de hogy hogy egyébként minden más egyébben, tehát az ügyfelekkel, a vásárlással, adással, problémákkal, mindennel én foglalkozok. Egyelőre ez így működik, jövőben nem így fog. Szóval szerintem ez most egy nagyon pozitív videó volt nektek, hogyha ha úgy gondoljátok, akkor tudok még akciókat készíteni. Illetve vagy olyan ötletem, hogy közel a karácsony, ünnepek, majd azt mondtam, hogy a húsvét, hát az is közben egy kicsit arrébb van, télapó, szilveszter, csak hogy a szerteiteknek olyan ajándékot érdemes adni, ami hasznos. Tehát, hogy szerintem az egészség az a legfontosabb. Mert nem, most valaki rávágta volna persze, hogy a pénz, a francokat. Ha van egészség, akkor tudsz dolgozni és lesz pénzed. Tehát, tényleg az egészség a legfontosabb. És, és ezek olyan készülékek, ami, ami az egészséget támogatja, tud neked segíteni. Egy teljesen új, alternatív módon. Tehát most itt lehetne jönni a különböző biorezonanciás eszközökkel. Azok is jók, azok is hasznosak, de ez egy olyan modern, új technológia, ami a csúcs technológiát képviseli jelenleg. És a jó hír az, hogy viszonylag hozzáférhető áron, illetve még egy jó hír így a legvégére, hogy most már teljesen aktív az ajánlói rendszerem, tehát hogyha valaki tovább értékesíteni szeretné a termékeimet, megteheti, úgyhogy az ajánlói rendszerembe regisztrál, csak így nekem e miért az e-mail címemet meg itt találjátok lent, akkor 8%-ot adni minden egyes készülék értékesítés után, és 30%-ot tudok adni minden egyes mátrix, tehát hangállomány értékesítés után. Szerintem ezzel igencsak jelentős bevételre lehet szert tenni főleg úgy, hogy ugye az ünnepek, és mindenkinek jelenleg gondolom szükség van a pénzre. Többek között azért is, mert ebben az időszakban, amikor hát itt Ausztriában lezárások vannak, nem sok ember tud dolgozni, tehát hogy nem annyira van bevételük. És ezért volna fontos az, hogy valahogy valamilyen szinten bevételre tudjál szert tenni, ami nem nehéz fizikai munka. Tehát, hogy szerintem így tudok nektek segíteni. Tehát, hogy ez, ez, ez volt így a, az alapötlet, és ezért készítettem most ezt a videót, hogy elmondjam, hogy vannak ilyen pozitív eredmények, illetve, illetve az, hogy, hogy nektek is kis pénzt lehet előállítani a közelgő, talán nem túl jövő fényében, vagy hogyha kicsit úgy előre gondoltak, hogy mi lehet, ami következő lépések lesznek, akkor a szükség lesz a bevételekre, biztos vagyok benne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Hát sokkal több mindent kéne erről kapcs ezzel kapcsolatban elmondani. Nem akarom a témákat összekeverni. Tehát, hogy most én szívesen beszéltem volna arról, hogy Tausziában mi van, vagy mi nincs. <laughs> hát borzasztó, tényleg. Azért. Egyébként nem, nem mondtam helyesen, tehát, hogy, hogy, a lezárás az, az három hétig tart, nem tíz napig, mint ahogy mondtam, illetve februártól lesz a kötelező oltás. Itt az egész világon, nem csak Európában, az egész világon elsőként Ausztria vezetik, hogy mindenkinek kötelező lesz a védőoltás. Védőoltás, szóval, hogy az oltást tudjátok. És. Ja, hát elnéztem egyébként, mert természetesen az osztályok fordítva írják a dátumot is. Mindent, fordítva csinálnak, a dátumot is fordítva írják. Tehát a, amikor mondanak például összegeket, nem tudom, tudtak-e németül, biztos van egy kettő néző, aki tud németül, tudják, hogy a, a, az összegeket, tehát a számokat is fordítva mondják. A dátumot is, és én néztem dátum, mondtam egyből nektek, hogy január, nem, február. <laughs> ja, Istenem. Na jó, nagyon ennyi ez a videó akkor léci a wavegenetics.org weboldalt nézzétek meg, illetve a webshopomat is, hogyha titeket ez a technológia érdekel, és sejteni szeretnétek a szeretteiteken. Szerintem ez egy jó ötlet lenne így évvégére, illetve a jövőre nézve. Köszi, sziasztok!